Na, ezután a troll komment támadás után sok szeretettel köszöntök szépen mindenkit az Outlast 2 élő adásomban. Hú, valaki adományozott, zenét hallottam. Hamarosan megjelenik Gengar, ahogy riszálja a seggét. Szóval azt akartam mondani, hogy mindenkit sok szeretettel köszöntök az élő adásban. Remélem jól szórakoztok és remélem jól fogjátok magatokat érezni. Jaj, kedves Losi, köszönöm szépen az adományadat és a kedves üzenetedet is. Nem törődök velük, köszönöm szépen. Na, itt a következő jelenet. Úgy néz ki, mintha egy emléktábla lenne itt, egy ilyen kis emlék az eltűnt gyerekekre, talán? Egy tragédia fal. Sirató fal, talán jobb, hogyha így mondjuk. Szöges dróttal van körbevéve, és Blake azt mondja, hogy nagyon kellemetlenül érzi magát, mintha valaki figyelné őt. És igen, ez valóban kellemetlen, mert csak 4-5 fazont láttunk, aki itt les minket. Oké, ki kell nyitnunk ezt az ablakot, ami instant hangot fog eredményezni, köszönöm. Körbe akarok nézni, nem hagyok el egy darab elemet se esetleg. Na, ó, de jó, hogy visszajöttem. Wow, azt a mindent, igen, ez még egy új dolog ebben a játékban, hogyha futás közben googolásban vagyunk, akkor Blake becsúszik. Mint egy igazi akcióhős. Jó. Mászunk akkor be az ablakon, mert az ajtón nem fogunk sajnos bejutni. Csodás. Oké, okay, játék. Akárszor visszajövünk a játékba, ilyen leesik ilyen 10-20 FPS-re, de... Ó, el tudunk bújni úgy, hogyha bemászunk az ágy alá. Szuper, ezt jó tudni. Kukorica, csirke, kenyér, még több csirke. Igen, nagyon kedves, hogy a bölcsi az itt a Warhammer 40.000 Dawn of War című játékból a Káosz bajnokoknak a fegyverét jelképezik. Igen. Igen, Erik. Drága Erik. Kedves troll emberek. Nem hagyjátok Erik barátomat enni, és ha Erik barátomat nem hagyjátok enni, abból csak baj lesz. Csini, oh hello. Zárva. Hogy az éhes Erik, ha bepipul, akkor itt nagy baj lesz. Ó, oh, megint kaptunk egy donationt. Ez a hang most így megfelelő volt, kedves lányok, kedves srácok? Ugye meglátjuk, hogy jó volt-e így. Ó, oh, kedves sikkes katona! Nagyon szépen köszönöm a felajánlásodat és a kedves üzenetedet is. Köszönöm szépen, igyekszem. Na, hogyha nyomva tartom a bal egér gombot, akkor ilyen lassan tudom kinyitni az ajtót, amivel még osonkodósabbak lehetünk. Hoppá, egy pillanat! Jó, azt hittem, hogy valami csillogott azon az asztalon. De ezek szerint semmi. Szuper, haladunk. Ó, igen, ez egy másik kedvenc részünk lesz, ahol rengeteg keresztet fogunk látni. És a végén egy nagyon kedves helyre fogunk kerülni. Igen, ha jól emlékszem, a demo végjátásban ezt a részt sikeresen félrefordítottam. És ez az idézet valójában azt jelenti, ha jól emlékszem, hogy Sátán Isten ellensége. Ami pedig csak azért izgi, mert itt egy szupervéres bölcső. Babákokkal. És itt egy feljegyzés is. Hűha. Hűha. Valamiféle fajta síralom. Ó, istenkém. Jön a gyermek. Készítsd a kést. Jön a gyermek. Night's Midwife. Drágaság, rá tudsz nézni, mi az a midwife, ne haragudj, de nem jut eszembe. Midwife. Bába. Jó van. Jön a gyermek, éjjeli bába. Az ellenség édesanyja
Van belül mocskosan? Oké. Remélem. Isten teremtményét megmenti bűnnel. Oké, kórus énekli. Halleluja! Halleluja! Hát állítsátok meg a vihart, vagy maradjon a vihar a túróban, ahol van. Nem kell tovább várnunk, mert eljön a hajnal, amikor megszületik az ellenség, hogy meghaljon a templom gátnál. Elvileg Temple Gate, a templom gát, de, templom kapu, bocsánat, hogy meghaljon templom gátnál. Templom gátnak hívják ezt a helyet, ahol most vagyunk. Szóval, nézzük csak, a baba növekszik, a gyomra korog, talán azt jelenti a swells, hogy korog. A baba növekszik, a pokolból küldték. Ó, igen, biztos, tuti, oké. Ezékiel vár, élesíti a pengéjét, gyülekezzünk a kapuknál, térdeljünk és imádkozzunk. Szuper. Gyönyörű. 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 Gyönyörű szomszédság. Mennyi elemem van? Egy darab. Oké, megint kelleni fog az éjjellátó, mert hogy láthassuk ezt a gyönyörű gyermektömegsírt. Ami nagyon szép, és már igyekszem egy minél kevesebb gyerkőcre rálépni. Ó, igen, újra kéne tölteni az elemet is, mert elkezdett pislákolni a kamera éjjellátója. És a legborzasztóbb ebben, hogy mindenhol ilyen gyerkőc játékokat látunk. Oké, az ilyen kapuknál át tudunk csusszanni, mert van elég hely a földön ahhoz, hogy átmenjünk. Jó. Itt tapasztalatból tudom, hogy óvatosan és lassan kell közlekedni. Mert valaki a háttérben valamiféle fajta zsoltárt nyomott magában. Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindenkit, aki időközben becsatlakozott az élőadásba. Remélem jól vagytok, és remélem mindenki jól érzi magát. Szeretettel köszöntelek benneteket. Na, itt óvatosan igyekszem, és fedezékben is igyekszem mozogni. Csak itt van egy elem, ezt tudom, szépen felvesszük. Valamint igyekszem továbbra is lassan és takarásban haladni tovább, mert itt nagyon fontos a türelem. Igen, jól mondjátok, itt Márta hangját halljuk. Márta a helyi kis közösségnek a kedves kis büntetője. A demo végén ő csapta le Blake-nek a fütykösét. Igen, most szépen el kell bújni ide. Picikét itt maradunk. Bizonyám, ki lehet kerülni az undorító csúnyát. Ugye ezt akartad mondani, kedves szem? És ha minden igaz, akkor ennyivel ki is kerültük őt. Állj, pászaros bakancs, hajra jó! Oké, az ajtó ott zárva van. Itt be tudunk mászni. Oh, hello! Ez itt nagyon jól néz ki. Szuper, az ajtó zárva van, nem is kell több. Itt van egy kis kötszer. Á, emiatt volt zárva az ajtó, mert le van zárva ezzel a kis zárral. Még egy elemke. Szuper. Vissza az ablakon keresztül. Jó van. Őszintén remélem, hogy Mártával nem találkozunk.
Mártával annyi csak a probléma, hogy állítólag ő roha, állítólag rohadt gyors, ahhoz képest, hogy milyen vékony és milyen magas, és hogy milyen nehéz csákányt visz magával, amivel büntet mindenkit. Arra kell majd befele kúsznunk. Csak kíváncsi vagyok, hogy nem hagyok-e idekint el esetleg elemeket. Bízunk benne, hogy nem, szóval csúszhatjunk befelé. Oké, az izgi zene miatt úgy gondolom, hogy Márta éppen mögöttünk közlekedett, csak éppen bemásztunk ebbe a fajtába, és emiatt nem tudott minket elkapni. Jó. Nézzük csak. A létra eléggé elhasználódott, szóval emiatt nem tudunk felmászni. De ilyen nehéz tárgyakat tudunk tolni, húzni. Ennek segítségével fel tudunk mászni ilyen nehezen elérhető helyekre. Mintha valaki azt mondogatta volna, hogy az Isten, a jó Isten utál le minket. Itt egy papírka! Hát nézzem csak! Jóha! 8. fejezet! Nézzük csak! Nézzük csak! A te néped háborút vívott a mezőkön az én fiammal. Eretz Izrael. Ben. Oké. Okay. Wow! Ez egy nagyon furi biblia, ha jól értem. Igen, egy nagyon kemény vallási szöveg arról, hogy ti mekkora buzik vagytok, és mi miért nem vagyunk akkora buzik, mint ti. Ha nem haragszotok, én ezt nem fogom most nektek lefordítani, mert ez szörnyű nehéznek tűnik ez a szöveg. De ebben is megemlítik Sullivan-ot, nevezeti úriembert, akiről eddig jó pár helyen szó volt, és láttuk róla a festményt is az egyik házban. Szóval valószínűleg ő ennek az egész bagázsnak a vallási vezetője. Hát jó. Jó. Nem készült el a magyarítás a játékhoz. Jó. Újra töltés. Kedves Sam Shungo, ez egy dolog, hogy kb. 4-5 órás a játék, de meglátjuk, hogy mi mennyi ideig fogunk vele elszórakozni. Áú. Blake barát, kérlek szépen, kelj föl. Ja, és Blake rosszul lát a szemüvege nélkül, szóval, hogyha éppen nincsen rajta a szemüveg, akkor elég mókás így a látás. Igen. Márta szépen magában beszél, mintha Istenhez beszélne, hogy Isten meg akar-e minket ölni, meg akar-e minket öletni, és elvileg igen. Elemek! És Mártának ez az egyik dolga, hogy Isten nevében embereket öljön. Ami egy szuper jó munka lehet. Kedves Angelika, nem lesz felirat az utólagosan feltöltött részeknél az ilyen helyeken, mert lemerem fogadni, hogy rengeteg ilyen vallási szöveget fogunk majd látni, olvasni. És az hét szentség, hogy én nem akarok olyan hozzászólásról kapni utána, hogy áh, szentség, ezt hosszú fordítottad, nem. Nem lesz. Utólag szépen végig lehet majd nézni az élőadást, és mindenki, aki szeretné, igen, hordokban el lehet bújni. Szóval, hogyha mindenki, aki szeretné, szépen lefordítgathatja magának ezeket a szuper komoly vallási szövegeket. Én nem szeretnék belemenni. Köszönöm szépen a megértéseteket.
Befelé. Ó, igen, a kameránknak van egy másik újdonsága, hogy van benne egy mikrofon. A végigombbal, ha azt bekapcsoljuk, akkor nagyjából ki tudjuk szűrni azt, hogy mi lehet a másik oldalon. Szóval ez egy jó tipp arra, hogy becsukjuk az ajtót. Mert itt a fal másik oldalán valaki beszél. És szerencsé a patch óta a mikrofon használta nem használ extra akkumulátor üzemidőt. Ki lehet itt nyitni az ablakot. Hadd hallgatózzak csak, hol van a nagy zajongás? Arra van. Jó, másszunk ki. Aha. Jaj, de szép dalocskát énekelgezte. Kopasz. Hello! Magát eddig észre se vettük. Okay. Igen, kettő fazon van, egyik a szép ciánkék, másik pedig a szép rózsaszín feliratos. Igen. Nem tudom sajnos, hogy hogyan tudnánk itt gond nélkül osonkodni. De azért próbálkozunk. Szépen lassan menni. Most milyen az élőadás, drága? Most jó? Oké, köszönöm szépen. Á, mentem egy kört, tök jó. Jó van, barátom, merre vagy? Pontosan itt vagy a másik oldalon. Itt mászkálsz. Ó, de király vagy, megint nem fogunk látni kb. Semmit sem. Igen. Szóval ezt ilyen óvatosan kell megoldanunk. Na most mi a franc történt? Jaj, hülye Steam, köszönöm szépen, de ne ugorjál fel nekem ilyen baromságokról, hogy valaki eventet indított, engem nem érdekel. És ha emiatt most valaki, nehogy Isten megöl engem, akkor nagyon mérges leszek. Oké, de úgy néz ki, hogy rendben vagyunk. Csak a Steam értesítés lepattintotta a játékot nekünk a tálcára véletlenül. Oké, ezt szépen zárjuk be, mielőtt bárki bejön ide. Attól tartok, hogy is semmi izgi nincs számomra. És ez annyira nem jó. Nem látom sajnos azt a jó pofódi embert, aki itt... Oh, oh. Hí, a kurva minden itt! Au, 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 au. Oké. Attól tartok, hogy észrevették az ablakon keresztül, és hogy bizony futni kell, mint a kis angyal. Úristen, ezek hárman is vannak, de wow! Oké, gyorsan tudunk healelni ennek, hála, mert most jött egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon fura durranás, amit ugyanakkor láttunk, amikor a helikopterünk is lezuhant. Hm.
Notnak a hangját halljuk a hangos bemondókon keresztül. Ahogy mondja a vallásos dogmáját. Hamarosan elolvassuk azt a papírkát, amit felvettünk. És megnézzük ezt a felvételt is hamarosan. Igen. Igen, Noték megtalálták a feleségünket. Igen, a feleségünk hangját halljuk. Rólunk faggatóznak. Azt hiszik, hogy Lin hazudik. Azt hiszik róla, hogy ő egy angyal, aki lezuhant az égből, és hazugnak nevezik. Érdekes. És közben itt egy gyönyörű, szép, ijesztő templom. Na most nézzük meg akkor azokat a feljegyzéseket, amiket találtunk. Nézzük csak, ez az első. Aminek az a címe, hogy Visions Come, tehát látomások jönnek. Na, szerelmem, kérlek, légy olyan erős, amilyen erős csak lehetsz. Papa tells us that every service that God remembers, also our sins and our dreams. Szóval gondolom itt a papa alatt Notra gondol. Not azt mondja nekünk, hogy a szolgálat, amit csinálunk, a szolgálat alatt Isten emlékeztet minket a bűneinkre, álmainkban emlékeztet minket Isten a bűneinkre, és szembe kell néznünk a bűneinkkel ahhoz, hogy megbékélhessünk Istennel, vagy ő velünk. Ha a látomások rosszabbodnak, és az álmok még éberen is kínoznak minket, az csak annyit jelent, drága Google fordító segítséget kérhetek? Google fordító segítséget kérhetek, drága? Azt itt bekérlek, hogy tribulation. Gyötrelmek, oké, köszönöm szépen. Szóval, hogyha még éberen is kínoznak minket az álmok, az annyit jelent, hogy a gyötrelmek egyre közelebb érnek, és hogy ez rettentő nehéz lesz, de a paradicsom, a megváltás ott van a másik oldalon. Isten szeret minket, és sosem szabadít annál többet ránk, mint amennyivel meg tudunk birkózni. Philip. Na jó. Oké, nézzük meg a következő videó felvételt. Hatalmas, olyan, mint egy hillbilly Vatikán. Hogy lehet ez az építmény, meg ez az egész hely itt, úgyhogy kb. Senki se tud róla? Ez lehetetlen. Ezt mondja Blake. Így is van. Na igen, szóval a lényeg az, hogy Sullivan Notnál van a feleségünk, és hát nagyon nem bánnak vele jól. Hazugnak nevezik, arra kérik Istent, hogy világosítsa meg őket, ne hazudjon a feleségünk, stb. Szóval a lényeg az, hogy nagyon nem bánnak jól vele, és nagyon hamar ki kéne őt onnan hoznunk.
Hú, de furán néz ki ez zárt, mint hogy három kéz jön neki a földből. Na, ennek örömére be is menjünk ebbe a csodálatos templomba, de a nagy fehér fénybe. Hello. Hello. Itt az oldalsó ajtókba szépen benézünk. Mert ez az ajtó itt bizony nyitva van, és ott van még egy feljegyzés. Még egy Sullivan Knot festmény. Oh, hello. Ide le lehet menni, de még nem akarok, még ezt a feljegyzést gyorsan felveszem. The Gospel of Sullivan Knot. Megnézed nekem, drága, mit jelent a Gospel? Gospel. Gospel. Szerintem... evangélium, köszönöm szépen. Sullivan Knot evangéliuma. 11. fejezet. Aha, szóval a 8. fejezet, amit megtaláltunk, a Sullivan Knot evangéliuma. Hú, de jó, nézzük csak. Aha. Jó. Röviden arról van itt szó, hogy van egy Val nevezetű fiatalember, vagy hölgy, aki elárult a Sullivant, meg a templom kaput, és Istent. És Isten akarata az, hogy Valt és az ő eretnekjeit a legcsúnyább mondokon megkínozza, mielőtt meghalnak. Oké, az árulókra akkor ez vár. Oké, nézzünk akkor be először ide, nem lehet benézni, oké. Akkor kénytelen vagyok erre menni. De előbb becsukom magam mögött az ajtót, mert jó gyerek vagyok. Oké, megyünk szépen lassan lefelé. Valami elbaszott alak sorba. Milyen sok seprűjük van mindenhol, pont mint a Resident Evil 7-ben Jacknek rengeteg fűnyírója volt mindenhol. Ez a fazon azt mondja, hogy adjunk oda neki mindent, ami a tulajdonunk. Az életünket, a gyermekeinket is akkor megment minket. Aha. És azt mondja, hogy az emberi test nem tudja túl sokszor ígérni a világ végét. Jaj. Valaki kérdezi, hogy Val van-e itt, és hogy ő készen áll a kampóra. Vigyük őt le az édes csábításért, készen áll a kampóra. És hogy a dühe egyre nő, és kész szeretni az ellenséget, vigyük őt le, és készen áll a kampóra. Wow. Hello. Nem igazán értem, hogy ez a kisasszony mit mond. Oké, van egy érzésem, hogy ide csak azokat a szerencsétleneket rakják, akik valamit vétettek Sullivan Knot és a kis gyülekezete ellen. És ugye miatt bűnhődniük kell. Ó, itt egy kulcs! A börtön kulcsa! Megint Sullivant és a feleségünket halljuk. Mint hogyha kínoznánk a feleségünket, bocsánat. És olyasmit mond, hogy... hogy Lynn méhében van az Antikrisztus, tehát lehet, hogy Lynn terhes.
És ezért akarják Lint elintézni. Ami nem jó, nagyon nem jó. Van ide lent egy feljegyzés, amit szépen felveszünk. Nézzük csak. Paul. Nézzük csak. Ez jó. Hát nézzen csak. Szóval, Paul! Mivel tiéd Not Papa füle, ezért arra kérlek, hogy mesélj el neki. Mesélj el neki egy aggodalmakkal teli sztorit, történetet, ami remélem, hogy csak a félelmeim szüleménye, és semmi valóság alapja nincs. Ó. Oh. Szóval... Sullivan Knott segítőjének a főnöke, Val, napfelkelte előtt reggel odajött hozzám vagyis megközelített engem egy olyan ajánlattal, amit nem igazán értettem. Val úgy viselkedett, mint egy bizonyos valaki, aki valami titkosat és valami szexuálisat ajánl. But by my knowledge of Val and his character, it frightened me terribly and I would not accept. Aha. De amit tudok Valról és a karakteréről, ez az egész ajánlata nagyon megrendített engem, és nem akartam ezt a meghívást elfogadni. Val nem magyarázkodott tovább, és csak annyit mondott, hogy vannak olyan helyek a szívünkben, melyeket Not Papa nem érhet el. Bár az igazság az, hogy Val a testem más helyé fele érdeklődött. Fúj! A fütykös kell neki. Megkértem Valt, hogy ma este térjen vissza hozzám, és adjon nekem egy kis esélyt, hogy ezt átgondoljam. De csak azért tettem így, hogy Sullivan Knott küldhessen hozzám igaz embereket, akik szemtanúi lehetnek annak, amit én árulásnak és eretnekségnek tartok. És hogy minél hamarabb véget vessenek ennek, mielőtt valami igazi nagy bajt csinál. Remélem, hogy Sullivan tud segíteni, mert én bizony áldott vagyok, Root. Oké, szóval Val itt mendegélt Sullivannek a kis tagjai között is mondta, hogy hé te, nem tudod le a Natrid? Ó, ez csodás. Te biztos valami huncutságot fogsz próbálni. Így van. Engedj el, légy szíves, ne haragudj, barátom, de nem tudod neked segíteni. Mondjuk el Sullivannek, hogy nem szegült ellen Istennek, mindent úgy csinálta, ahogy azt mondta. És mondjuk meg a atyának, ja nem papa, hanem atya, Not atya, de buta vagyok, szóval mondjuk el Not atyának, hogy ő mindent úgy tette, ahogy kérte, és hogy nem szegült ellen Isten akaratának, és neki sem. Jaj, nem akarok visszamenni. De rendes vagy. Köszönöm szépen. Szóval... Akközben, akik becsatlakoztak az élőadásba, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem jól vagytok, remélem mindenki jól érzi magát, és remélem mindenki jól fog szórakozni az Outlast 2 élőadás alatt. Not atya!
pajzán emberek piszkálják a gyülekezetet. Hello? Hello? Jó, a mikrofonunkkal semmi izgit nem hallunk. Szóval bízom benne, hogy gond nélkül nézelődhetünk. Márpedig én odakint hallok valami. Valami igazán izgit. Nagy regina, fügykös durrantó, az bizony. Outlast kiegészítő. Szuper. Itt is tudunk ám rejtőzködni a ruhás szekrényekben. Sőt, az ágyak alatt is. Be van zárva, szuper. Na, van itt még egy nagyon jó pofa feljegyzés. Egy újabb evangélium. Nézzük csak. Wow! Megint Sullivanről is Valról van szó. Valt elcsábította az ördög. És ő az ellenséggel szövetkezik, ezért továbbra is ő az áruló. Val elárulta a templomkaput és Istent, és Sullivan Nott atyát is. És ja, válnak és a követőinek meg kell halnia.